Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás június 2-áig. A hétfői napon a hold uralkodik, és az itt látható. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák erre a napra. Itt látható a szív, itt szerelemről van szó, tehát a ti párkapcsolatotokról. Ez a szív jelentheti a szeretetet is, vagy mindazt, amit kedvelsz. Ez elérhető ezen a napon, vagy valaki kimutatja az érzelmeit. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, és ez itt látható. Itt az utak jelenthetnek egy találkozást, amikor a sors utatok kereszteződik. Az utak jelentenek döntéseket is, vagy te hozol döntéseket, vagy ő érkezik el az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba is ő hoz fontos döntéseket. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik, itt látható. Itt a park jelenti a nyilvánosságot. Lehet, hogy összefuttok a nyilvánosságon, vagy lesz egy meghívás, és találkoztok a nyilvánosságon. Ez a kép jelenti az elismeréseket is, sőt, jelentheti a természetet, hogy lesz egy kirándulás, kimozdultok, és ez jót tesz számotokra. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik. Itt látható a torony. Ennek nagyon sok jelentése van. Jelenthet egy szemét, aki magas és sovány. Az is lehet, hogy fogva érzed magad ebben a toronyban, egy szűkös helyzetben. Ez lehet a munkahely, lehet a családi kapcsolat, vagy egy párkapcsolat, esetleg a lakhely, ahol nem érzed jól magad. Holott a torony, az jelentett egy nagy várost is, hogy változik valami, lesz egy költözködés, és ott a nagy városban, vagy annak a közelében fogsz lakni. Amit a torony még jelenthet, ez egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, vagy egy nagyobb épület, ez lehet egy vállalkozás, ez lehet egy iskola, sőt, lehet egy kórház is. Tehát gondolkodj el azon, mit jelent számodra ez a nagy épület, vagy hol érzed magadat fogva, esetleg hol érzi ő magát fogva. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, ezen a napon Merkur bolygó és Uránusz bolygó együtt hat. Ez lesz egy meglepetés, lesznek változások, beszélgetések, tárgyalások, vagy egy szerződés, ezáltal lesznek a változások is. Ez lehet egy meglepetés is. Itt látható a hegy, ez jelentett egy hegyvidéket, egy kirándulás a hegyekbe, de jelenti a korlátozásokat is, és ezeket most meg kell oldani, ezeket a problémákat. Esetleg utalhat az ő hideg, rideg tartására. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik, az itt látható. Itt a hajó jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul, kiléptek egy szűkös helyzetből, lesz találkozás, kimutatja az érzelmeit. Amit a hajó még jelent, egy utazás, ennek a tervezése például, vagy tényleg egy kirándulás a hegyekbe, vagy jelenthet külföldi kapcsolatokat, ez lehet internet kapcsolat is.
Itt középen a nap szimbóluma látható, és a nap uralkodik vasárnap felett. Ezen a napon van egy Lilith energia mező, ezúttal ez azt jelenti, hogy egy álom megvalósulhat. Azon kívül a hold eléri Ráhút, a felfele mozgó kármikus csomót, ami változásokat jelent, és egy új irányt, egy új lehetőséget. Itt a kassa el tud vágni bizonyos dolgokat. Ez lehet az, hogy elköszönsz valakitől, vagy nála lesz válás, vagy lezártok bizonyos dolgokat. Amit a kassa még jelenthet, hogy történik vasárnap valami, amire nem számítottál, hiszen ez a hirtelen jön, lesz egy meglepetés. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, írd le a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalamon, Dender a Susanna Medici, ott megjelenik naponta a mai naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!